A Varkot zenekar fergeteges bulit csapott városunkban, amihez a látványos jelmezek is hozzájárultak. Az együttes tavaly részt vett a berlini nemzetközi Doromfesztiválon, a közeljövőben pedig a tervek szerint a budapesti Szigetfesztiválon, Portugáliában és a Zöldfoki szigeteken lép fel. A kezdet azonban nem volt egyszerű. Elején nagyon nehéz volt, ugyanis az emberek ezt nem tudták hova rakni. Se azt, hogy mi ugye 4 nyelven muzsikálunk, de mivel kitartottunk a stílusunk mellett, és megtaláltuk a közösségünket, nem feltétlenül itt Szlovákiában, hanem Csehországban és Németországban, ezáltal el tudjuk vinni tágasabb térbe is, mint Szlovákia ezt a muzsikát. Azt egy picit sajnálom, hogy itt nem vagyunk annyira ismertek, mint mondjuk külföldi országokban. Az együttes nem népzenét játszik, hanem a tagok megfogalmazása szerint huligánfolkot vagy folkpunkot. A Varkot saját stílust próbál teremteni. Az ősi zenét modern ritmusokkal ötvözi, hogy a fiatalok is azonosulni tudjanak ezzel a muzsikával. Egyértelműen a fő rugója a doromb és az ősi pogány hangszerek. Tehát a mi zenénk olyan szintből kicsit nehéz stílus, hogy nincsenek harmonikus hangszerek. Csak dob, dorom, furúja, tehát a legesleg primitívebb módon álltunk hozzá a zenéhez, a legesleg ősibb módon. Nincsenek benne húros hangszerek, nincsenek benne harmonikus hangszerek, azok az ősi instrumentumok, amik akár 20 000 éve is megtalálhatók voltak az emberiség történelmében. A somorjai zenekar megalakulásakor azt a célt tűzte ki, hogy az összes szlovákiai népcsoport dorombos dalait feldolgozza. Ez nem politikai húzás volt, hanem szimplán annyi, hogy se a magyaroknak, se a szlovákoknak, se a ruténeknek, se a cseheknek, se a cigányoknak nincs annyi dorombos daluk, hogy én a saját kultúrám dorombos zenét dolgozzam föl. Mi úgy döntöttünk, hogy az összes népcsoportnak földolgozunk, ugyanis ezzel a témával sajnos eddig senki nem foglalkozott. És ezek a dallamok elvesznének, hogyha valaki nem gyűjti össze őket.